Hát én Gyedó Mihály vagyok, Újkigyóson születtem 1940, 7. hó 9-én, betöltöttem a 77 évet, kígyósi szülőktől születtem, apám Gyedó Illés, anyám Dankó Mária, és azt majd a később időkben mondom, hogy annak köszönhetem, hogy mégis ki lett belőlem, mert ugye Dankó cigány, Dankó Pistának a rokonságába születtem, anyámék Szegedről települtek Újkigyósra, mert gányok voltak, kígyósi nyelven gányó, dohánytermelők. Itt éltünk Kígyóson, és hát magamról ennyit még mondhatok, most megint Újkigyóson élek, félig meddig, mert Mezőberényben van egy közös lakásunk, meg van egy kis nyaralom. Szépen élem az életemet, 70, úgy, mint egy 77 éves ember, hol itt fáj, hol ott fáj, mint a többieknek, és hát talán az, hát úgy kigyorsan jártam Petőfi utcai most régi oldalba, amit ráköltözött. Úgy kigyorsan az általános iskola első évét, azt a fő utca 48 szám alatt laktunk, és a Zárda iskola volt a fő utcán, azt hiszem már az meg is szűnt, az a Zárda iskola. Ott jártam másodosztályos korunkba, a Frigyes Majorba az intéző lakást. Apa megváltotta, vagy nem tudom, hogy nem is érdekel, hogy ott éltünk egész a TSZ-nek a beindulása. Ott jártam a másodikat, harmadikat, negyediket, és 51-ben, amikor megalakult Újkigyóson a egyes típusú TSZ, akkor ugye elvették tőlünk a tanyát, de különben nem szégyellem, mert 10-en voltunk testvérek, és boldogan éltük az életünket. És 51-ben, mikor beköltöztünk, akkor most itt lakom, volt óvodában, most ilyen, nem tudom mik vannak itten, oda jártam iskolába, mert ugye amikor volt a háború, akkor nem jártak iskolába, én jártam olyan osztálytársal is, aki 6 évvel idősebb volt nálam. Az osztálynévsort még mindig tudom, Basa Bajos, Balog, Bangó, Botya, de nem akarom elmondani, mert 63-an jártunk, és hát aztán volt Kígyóson egy Rigó Gábor bácsi kántor, aki megalakított úgy Kígyóson egy akkori úttörő zenekort, és mivel, hogy énekben nagyon jó voltam, és akkor vettek a szüleim egy széfúrját, egy ebonit széfúrját, és abban már akkor is szólista voltam az iskolába, és aztán 14 éves koromban ugye elkerültem, mert együtt jártunk az eső, van egy öcsém, még ő él, meg egy bátyám, meg egy húgom, de mindjártnak kellemes hangja volt, nem mi mondtam, hanem mondták, és elkerültem Sajó Szent Péterre, mivel Újkigyóson volt egy csatlós család, a Kossuth utcán laktak valamikor, ők, a csatlós Ferenc az trombita, B-trombita, magyarul, illetve idegen nyelven pisztonos volt, és a csatlós József az pedig tenor szaxofonos volt. És ugye mivel, mert öcsém az járt a Békés Csabai
zeneiskolába, dobszakon, ott végig dobszakon végzett, és hát ugye, mivel nem volt Csabán szaxofonszak, és ez a két csatlós, az is látta bennem, hogy valaki vagyok szaxofonban, és elvittek oda Sajó Szentpéterre, én ott jártam zeneiskolába. A zeneiskolába is olyan, mint Csepek Pista, meg hogy nem mondjak nagy neveket, úgy sem mondott semmit senkinek. Ezekkel jártam együtt. Hát éppen Ukferivel nem jártam, mert az fiatalabb volt, mint én. Aztán ...1958-ban, amikor végeztem, akkor egy évig játszottam még a Vikai Bányász tánczenekarában. Csöppenben voltam a többihez képest, de mindenki tisztelt, becsült, szeretett, és aztán az öcsém meg a legfiatalabb bátyám megnősült, itt maradtak a szüleim Újkígyós főút 48 szám alatt, a kiskorú húgommal, és arra kértek, hogy jöjjek haza. Már százszor megbántam, ugye 56-ban forradalomkor elindultunk mi, hogy kivegyünk külföldre. Az egész iskola. Csak aztán apám 55-ben megvette nekem a szaxofont, azért adott egy tarka tehenet, és úgy voltam valahogy, hogy nem engedhetem meg azt magamnak, hogy majd hazahozom a szaxofont, és én 60-ban leváltam a társaságtól, és mondtam nekik, hogy majd Pesten találkozunk. De azt én vissza is mentem Pestre, de amit ott láttam, azt nem is kéne elmondani. Mert ugye a mostani rendszerben azt mondják, aki, hogy is hívják, volt, ávos volt, az bűnös volt, nem. Ávos kiskatonát oda sorolták be, annak ott kellett, hogy is hívják, szolgálni, és embereket láttam, ilyen kiskatonákat, aki haza akart menni, és mivel ávós volt, így fölakasztották meg mindent. Igaz, hogy most azt mondják a mostani, hogy az ávósok nem az ávósok voltak. Az akkori kormányhatalom tette ezt, ami akkor történt. Hát 56-ig, aztán hazajöttem, és 59-től alakítottam egy zenekart. És az a zenekar, hát ugye nem én vagyok a, hát én vagyok az Újkígyósi Gedó zenekar alakítója, akkor még ilyen zenészekkel volt, akit én tanítottam, de volt, aki már ilyen amatőr szinten játszott, hát ugye Kotta nélkül, rajtam kívül ugye Kottista nem is volt, de volt, majd azt is elmondom. Ezek ilyen, mert Újkígyóson megalakult 56-ban egy tánczenekar, mert Újkígyóson nem volt tánczenekar, csak fúvózenekar volt, meg a csabai cigányok jártak ki a vendéglőbe. És akkor Tóth János, meg Gera Béla, meg Tuháti Péter, Szekeres Zoli megalakítottak egy tánczenekart. De hát amatőr szinten volt, mert ugye Tóth Jani volt egyedül köztük, aki zeneelméletben kiváló volt, és de aztán a Zsor Imre, az Csabán volt, nagy dobos volt. Csabán elismert dobos volt, és
akkor Zsóri Imre, Tóth Jani, Tomáti Péter, Szekeres Zoli, Gera Béla. Alakítottak egy tánzenekart, hát olyan, hát olyan szintet, amit Önkigyos meg, akkor ugye nem kisváros volt, csak község. De igaz, hogy a 300 személyes kultúr otthon állandóan tömve volt, mert tudtak szórakozni. Akkor még lehetett ugye a kereki állami gazdaság, meg pusztóutlak a Csonádapáca, gerendási fiatalok, mind ide járt Önkigyósra szórakozni. Na ez ugye akkor Gedó öcsém Józsi, az még akkor zeniskolába járt, és mivel Zsóri Imre átment harmonikába, Tohati Péter meg Szekeres Zoli abba hagyták, illetve nem hagyták abba, csak nem tudtak levizsgázni. Csak Gera Béla, Tóth Jani, meg Zsóri. Aztán Jóska, öcsém, az alakítottak egy zenekart. De az még nem olyan szintű volt, ami az akkori kornak megfelelt volna. Ugye ugye akkor megkövetelte nála, nem így volt, mint most, hogy csili-sali akármi, hanem tánzenét, eredeti tánzenét, de az még nem volt az a fejlett, amit később majd, amit én beindítottam, és akkor megszűnt a fúvózzenekar, a cigányokat elküldték, és a kisvendég, akkor egy kisvendéglőben, amikor nem lehetett lejteni egy gyufaszálat, annyian voltak a vendéglőben. A kerthelyiség, az magfákkal volt tele, és ott zenéltünk. Csak nagyon előre mentem, csak ez is hozzátartozik. És akkor én bevonultam 60-ban katonának, Kiskunfélegyházára. Öten mentünk Újkigyósról, de mind a négyet elvitték onnan, de engem ott hagytak azért, mert a tiszti klubba, a szakszafonnak. Még azt is elmondom ezt a tragédiát, amit nem akartam, nem tragédia, csak hogy mikor bementünk Gyulára, akkor még ugye ott volt a kieg, bementünk, és volt egy gazda Géza százados, az kijött és megkérdezte, hogy nincs itt, nem magáztuk ott bennünket, eltársoztak, hogy nincs itt köztünk zenész. Én nem mertem jelentkezni, mert a kígyósi barátaimmal voltam be együtt, még akkor zenekar kísért ki bennünket a kis vasúti állomásra, és nem mertem jelentkezni, mondom, ha jelentkezek, akkor egyedül maradok. Na, mondja Ugyházi Gyurka barátom, hogy te mire mi jelentkezel? Hát mondom, nem akarok, mert akkor Újkigyósról mindenkit pápára vittak. És a pápaiak külön voltak, azok doboziak voltak, meg gyulaiak, minden. És egyszer jelentkezett, Gyuszi jelentkezett, hogy van itt egy zenész. Milyen hangszeren játszik? Akkor már nem volt pofán mondani, hogy hát mondom, szakszafonatok. Na akkor azt mondja maga, jön velem, azt hittem, hogy belehalok, mondom, a legjobb barátomtól is elválasztanak. Akkor még 2 év volt a katona élet, és mondja nekem, hogy mivel játszik. Mondom neki, hogy elszaltó szakszafonnal. Azt mondja, nekünk a tiszti klubba kéne egy szóló hangszer, mert a szakszafonok között, hát azt tudjuk, hogy énekben, mindenben az alta meghatározó. Az a prim hangszer. Mert a tenor, hát most már ugye bejött a szoprán, de ugye, és mondja a gazda Géza százados, hogy na magának olyan helye lesz Kiskunfélegyházán, hogy a civil életében se volt ilyen. És akkor megnyugodtam úgy, és mentünk
Gyuláról átmentünk vonattal, onnan átszálltunk és mentünk Kiskun Félegyházára. Már Csabán, egymás mellett ültünk a százados úrral, most úr, akkor még elvtárs úr, és azt mondja, hogy én megadom magának a címét, hogy a szülők hova küldjék magának a csomagot, és ott volt egy nagyon jó gyermek, csak lány ismerősöm, Tomokos Marika, és most megadtam nekik a címet, hogy vidd a menőjékhoz, és itt keressenek. Akkor bekerültünk a laktanyába, és hát ugye ott akkor még november 13-án vonultam be, és szilveszterkor volt a esküvünk, addig ugye én is kis katona voltam. A honvédségnél, mivel tudták, hogy én zenész vagyok, akkor még nem zenéltem a honvédségnél, csak tudták, hogy zenész vagyok, és azt mondták, hogy mindig nekem kellett kezdeni a nótát. Én voltam a nótafa. Na, akkor szilveszterkor letettük az esküt, én már szilveszter este a tiszti klubba zenéltem. Hát ott fölkaptak engem úgy, hogy csak az volt a baj, hogy én vasárnap, szombat-vasárnap soha nem jöttem haza, csak hétfőn jöttem haza, mert nekem már kedden zenélni kellett. Tehát olyan életem volt, hogy talán a századparancsnok csak se volt olyan élete. Aztán én éjszaka zenélt, éjszaka, hát úgy éjszaka, hogy este hatra mentünk be, és éjfél egy óráig zenéltünk, mikor meddig tartott a... De én nem voltam katonaokkálna. Mi éjszaka zenéltünk, nappal aludtunk. Na most azt még tudni kell, hogy én közben, még mikor bevonultam, akkor csak személy vagy motorkerékpára volt jogosítványom. Én letettem még autóbuszra, még harckocsira, mindenre jogosítványt letettem. Ezt kaptam ajándékba. Pénzem az annyi volt, amennyit én akartam. Mert 30 valahány forint volt akkor a katonáknak a fizetése. Hát én volt olyan este, hogy 2-300 forintot is össze muzsikáltam. Nagyon jó kis zenekarom volt. Nagybőgőtől a hegedőig minden, mikor, milyenre volt szükségem. Én voltam a zenekar vezetője. És ha véletlen volt a tiszti klubban egy lakodalom, akkor vittem primást magammal. Na mindegy, hát elismert voltam Kiskun Félegyházán. Éltem a szép kis életemet, saját ruhámba, civil ruhába szereltem le, amit ott összemuzsikáltam. Hát még azon kívül ugye, akkor még nem cigarettáztam, nem ittam, de a hoztak, ugye a tisztek azok általában gondoskodtak rólunk, hogy nehogy szomja halljunk. Amikor én vittem egy kis üveget, azt bevittem a barátaimnak. Hajnal vagy éjszaka, amikor bementem, nem kellett őket költeni, odaérintettem az arcához az üveget, rögtön fölöblöttek. Volt Müller Jani, barát Pista, Révész Imre. Ezek tudták, hogy amikor én este megyek, akkor éjszaka megyek, akkor fölébresztettem őket. Hát ez a katona élet, és aztán amikor leszereltem, akkor különböző zenekarokat alakítottam. Volt egy tanári zenekarom, lakodalmakat muzsikáltunk, és mert akkor öcsém bevonult a Tígyósi régi zenekarból. Egy napon ő bevonult, én meg leszereltem. És mikor ő leszerelt két év múlva, én addig ilyen hakniztam, hakni zenekart. És akkor ő, mikor leszerelt, akkor eldöntöttük, hogy alakítunk egy gedó zenekart. Hát ez a gedó zenekar,
ez egy legenda, aki még emlékszik ránk, ez 64. január 5-én vagy 6-án alakítottuk meg. Ugye akkor még volt a kezdőzenekarban, én voltam, még ketten voltunk a hatosok, a szaxofonon játszottunk, akkor volt Bánfi Jóska, Kijóson Frédi névre hallgató, beszéző, Zsóri Imre, az harmonikával, Kedő József az dobban, meg én is alttal. Csak aztán megváltoztattuk a... Mert ez volt az eredeti Gedó zenekar. Ugye nem tudtunk csak, mert az a Tóth Jani, az egy nagyon ügyes eszaltós volt, és akkor megbeszéltünk, hogy valahogy változtatni kéne, mondtam neki, hogy gyereket nem jó a két eszaltó, mert két magas hangzású hangszer, és akkor megállapodtunk abba, hogy ő átmegy tenorra. Hát aztán abban a tenorral, hogy ne mondjam, hogy Dél-Magyarország egyik legjobb zenekara voltunk. Aztán ugye az OSK-nál vizsgázni kellett, mert ugye aki nem érte el azt a szintet, hogy nem tudott el zenelméletbe, akkor sajnos nem kaptunk szert, mert akkor még OSK volt Csaván, és nem kapott működési engedélyt. Mivel hogy az Áfésznál szerződésben voltunk, így megmaradtunk négyen, mert a Bánfi Józsi az, a Frédi az úgy nem komolyan vette. Hát ő dobos volt valamikor, aztán pisztonozott, azért hívták trombitás Frédinek, és aztán maradtunk négyen. Négyen maradtunk, harmincöt évig zenéltünk, így négyen. A zenészek Zsóri Imre, elég harmonikás, és aztán vett klaviszettet, akkor még ugye nem voltak orgonák, elektromos orgonák, de ez elektromos klaviszett volt. Akkor Gerő József dobos, Tóth János tenor szaxofon, hát én meg altos. Hát ugye voltak nekem, még lehet, hogy rá tudunk is erre mutatni, vagy beszélni. Hát én szakszakon őrült voltam, hát, és az egészen 1992-ig, amíg az Áfész fönnállt, a Csapai Áfészhez tartoztunk, és zenéltünk. Annyi lakodalmat zenéltem Békés megyébe, Csongrád megyébe, Debrecen környékét, hogy olyan volt, hogy még hétfőn is lakodalmat zenéltünk, mert elhalasztották a lakodalmat, mert hogy szombaton volt a lakodalom, meg vasárnap, és nagyon jól ismertek bennünket Dél-Magyarországon. Hát, utcán kísértünk, meg délelőtt 11 órától, vagy 10 órától, másnap reggel 6 óráig, még 6 órakor kísértük haza a kálátósokat. Annyi pénzt kerestem, de hát ott már elrepült. Na mindegy. És akkor így, hát a zenekarról meg nem tudok más mondani. De olyan zenekar, mint akkor volt, az nem lesz új Kígyóson. Én a mostani zenészeket nem akarom értékelni, de az eredeti tánczenekar, és hagyd ne mondjam, Horváth Pistától, Gál Gabriella, a
minden tázzal énekes, nem volt olyan tázzal énekes, akit le nem tudtunk volna kísérni. Mert nekem elég volt az, hogy nekünk elég volt az, hogy elküldte a repertoárt csütörtökön, ő jött szombat este, akkor már meghangszerelve, én hangszereltem meg a számokat, már hangszerelve le tudtuk kísérni, imádtak olyki gyorsan jönni. Bárki. Akkor mondták, hogy kikísér a Gedó zenekar. Nekünk olyan, nem csak úgy kigyóson. Hogy ne mondjam, hogy... A fél országban nevünk volt. Nekem voltak ajánlatok, hogy menjek külföldre. Nem mentem, mert ja, igen, elmentem Csabára. Ugye mi játszottuk, mi nyitottuk meg a Körös Hotelt, ami sajnos most egy roncs, Bezzeg Danival, Kóti Árpival, meg ezekkel nagy zenészekkel. 6 hónapig átmentem, mert a hajóba zenéltem, de aztán visszahívtak Újkigyósra. Kaptam akkor 100 forinttal több gázsit, és visszajöttem. Meg mindenki mondta, hogy hiányzok. És akkor így eltelt az a 30-ennyián év. Ha hiszik, ha nem, még Halottoron is zenéltünk. Az öreg Agós bácsi itt a Petőfi utcán, amikor meghalt, és volt ott a Halottor, és megkértek bennünket, hogy zenéljünk. Na, zenéltünk olyan helyen is, amikor a szomorú anya, a lányosháznál szomorú anya halva feküdt. Frontó fiú esküdött, és elvette Dunai Matilka annak a lányát, nem jut eszembe, hogy milyen volt a fia, a férjének a neve. Az Iskola utcán laktak, Iskola és a Szent István, Széchenyi utca sarkán laktak. És indultunk a Gyulai út végét. Hogy hívják a Gyulai út végét? Tornási utcáron indultunk, és mikor beértünk a faluba, jött a körzeti orvos, és odajött hozzánk, és azt mondták, hogy ne muzsikáljunk, mert meghalt az örömanya. Ilyen lakodalmat is zenéltünk, hogy halva feküdt az örömanya, és most tessék azt elképzelni, hogy azt kérték tőlünk, hogy se anya ne legyen a zenébe, mert ugye mivel egy olyan több 10 000 számot fejből tudtam akkor, meg most is azt tudok, és hát akkor abba hagytuk, és mikor elkezdtem menni, én primás voltam. Én, ha úgy adta a sors, hogy nem kértek tőlünk számot, de ha számot kértek, én azt rögtön blatból csináltam, és de itt a lakodalomban kiakadtam egy kicsit, mert mire elkezdtem, hogy látod édesanyám, már abba is kellett hagyni, mert ugye benne volt az anyanév, de mindegy. Éjfélkor vége volt a lakodalomnak. Hát ennyit mondok, olyan zenekar, mint ami a Gedó zenekar, én magam nem dicsérem, mert Kígyóson van legalább Újkígyóson, meg Szabadkígyóson vannak tanítványaim. Hát Újkigyóson Rákóczi Feri, aki még él, de hát ő is már rég abba hagyta, akkor hát öcsémnek ugye Gedó Gabi, Lagos Józsi, ezek voltak a tanítványai nekem. Aztán mikor abba hagytuk a zenélést, akkor fölkaroltam, ugye az idősebbek abba hagyták, Tóth Jani meg Zsóri. Aztán öcsémmel kicsit volt egy kis harcunk, és akkor elkezdtem
zenekarokat alakítani. Ebből alakult ki a Tóth Pisti harmonikás volt akkor, de ilyen nagyon kezdő kis harmonikás volt, és én fölkaroltam. Aztán Krajcsancsi dobosnak, és alakítottam egy háromtagú zenekart, Krajcs, Tóth Pista meg én, hát azokkal bejártuk a Csongrád megyét. Még olyan lakodalmat is játszottunk, hogy 1000 fős lakodalmat játszottunk. Orosháza után, nem jut eszembe most a neve, hogy milyen faluban, 3 zenekar volt. Egy utca be volt sátorozva, én életemben annyi aranyat, mint amit ott láttam, nem. Szerintem más a számra volt arany. Mindenkin arany volt. Hát annyi pénzt kerestünk, hogy nem merem elmondani, hogy majd az APEC még rám súzza. Ez van. Nagyon szeretnék zenélni, de sajnos. Na, van egy kis zenekarom. Mezőverénybe élek. Félig meddig. Ilyen két nap újkigyós mezőverén. De mivel nem tudtam elfogadni mezőverét, mert ők sem tudtak engem elfogadni, egyedül a párom az, aki elfogad, de kicsit szeszélyes ember vagyok, nem. Ugye én hozzászoktam ahhoz, hogy én vagyok a vezér. És ugye a házasságban is sajnos én akarok lenni, de viszont egy nőnél ez nem. De úgy élünk, mindent elkövetünk egymásért. Hát azt nem kell mondani, hogy ugye mert valamikor úgy beszéltek újkigyóson, mert Misi a nevem, utálam azt mondja valaki, hogy Miska, mert Miska az egér, oroszul, és én voltam újkigyóson a mágnás Miska. És azt is elmerem mondani, már most abban nem lesz, remélem gond, amikor, mert ugye utána én virágos lettem. Nem én lettem virágos, hanem építettem úgy kigyorsan egy olyan hungaropán üvegházat, ami az országban nem volt senkinek. És én ott termeltem gerberát, kálát, brumózát és szegfűt. És akkor én voltam úgy kigyors egyik legazdagabb embere. Tehát sajnos most a legszegényebb vagyok, és volt olyan, hogy megkért a polgármester, hogy mert szeptember 15-én kellett befizetni az adót, és augusztusban megkért, hogy fizessen be az adót, mert nem tudja kifizetni a dolgozókat. Elismert ember voltam. Ilyen volt az életem. Ez itt egy bariton szaxofon. Hát van, aki nem hiszem, hogy a mostani zenész emberek ismerik. Hát nem nehéz 6 kiló, de azért egy fél éjszakát vagy egy éjszakát elzenélni benne nem könnyű dolog. Ami az elébb a kezemben volt, ez ugye a legmélyebb hangzású hangszer. Ez egy tenor szaxofon. És akkor most megyek tovább. Ja, még azt elmondom, hogy ehhez van egy, ez ami most rajta van, ehhez csatlakoztatható egy erősítő. Mert itt van rajta a pick-up. Ez itt a másik feje, ez a, amit nem lehet erősíteni. Ugye ez a szaxofon, ami 1954-ben vette még a szüleim nekem, alt szaxofon, ez volt a prim hangszerem, ezen bemuzsikáltam a fél Magyarországot.
Ez itt egy szoprán szaxofon. Elég sokan zenélnek már most vele. Hát ilyen Upferi féle nagymenők, de a hétköznapi zenekarban, ezekben a kisvárosi zenekarokban egyedül csak én zenéltem vele. Hát ugye ez eltér a szaxofonoktól, nádfúvós hangszer, nem tudom az országban van-e belőle másik. Ezt Amerikából hoztam, párnázott minden hangszeren, nemrég volt párnázva, saját magam csinálom a párnázást. Ez itt a kis kedvencem, a kis, mivel hogy parasz gyerek vagyok, és jelenleg is 30 darab japán csirkém van, két anyabirkám, meg egy kisbirkám, meg egy szélhámos kis kutyám, ezekkel élek új kígyóson, úgyhogy, de ez olyan kedvenc kis